Köszönöm, hogy itt vagyok annak ellenére, hogy Orbán Viktor mindannyiótokat megfenyegetett. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Kurva anyád! Annak ellenére, hogy mindent elkövet a hatalom, hogy ne legyünk itt. Matrica, Kréta, Mécses és egy spré. Ez egy spré, egy török spré. Lehet ilyen lefújós. Az biztos, hogy sokkal többen vagyunk, mint a legutóbbi október 23-án. Ez nekem nagy öröm. És azt látom, hogy még folyamatosan jönnek az emberek, úgyhogy én bízom abban, hogy ez egy nagyon sikeres rendezvény lesz, és azt a lelkületet, amit vissza akarunk adni a Jobbiknak, amire szüksége van, hogy pontosan lássuk, milyen irányba megy a Jobbik, azt talán meg tudjuk most tenni. Mi az, ami ellen ma Magyarországon 2018-ban küzdeni kell? A szolgalelkűség. Ma a korrupció ellen egyértelműen, illetve az ellen kell küzdeni, hogy a fiataljaink itthon maradjanak, hiszen ahogy a statisztikákat is nézzük, több mint 500 000 ember van külföldön. Magyarok vagyunk, a magyarságért vagyunk itt, sőt, azért, hogy a szabadságunkat is nyerhessük. Itt tulajdonképpen a bolsevizmus ellen küzdtünk október 23-án, vagy küzdtek a mi őseink. Az a helyzet, hogy most ugyanaz az ellen, a bolsevizmus ellen kell küzdeni most is. Te utolsó aljas zsebdiktátor, el fog jönni az az idő, amikor a nép akar majd odasuhintani neked. El fog jönni az az idő, amikor mi fogunk odasuhintani neked, és akkor majd az enves kezed a zsebedből a bilincsbe kerül. Az igazi ellenállást egyértelműen a Jobbik képviseli. Most Magyarországon legalábbis a nemzeti térfélen ez teljesen egyértelműen. Fennhatnak mi az üzenete számodra? Szabadság, egyértelműen. Szabadság, függetlenség. Hogy legyünk bátrak, és mondjuk ki azt az igazságot, ami nyomja a lelkünket, és amit érzünk, és ne alkudjunk meg a rendszerrel. Az, hogy az igazság kimondása fontosabb a biztonságnál és a kényelemnél, és én bízom benne, hogy ez nem csak számomra üzenet, hanem egyre több ember számára.